Akkor ez azt jelenti, hogy elkezdődött a felvétel? Igen, elindult. Na, hát szeretettel üdvözöllek titeket. Itt több rajkos szemináriumban megismert egykori diákom és legutóbbi diákom is van. És ez a kis szövetségünk, ez ugye arról szól, hogy a Magyar Próza Napja alkalmából rendhagyó, nyitott online irodalom órákat tartunk, amiket majd felvételről visszanézhetnek a kedves érdeklődők, és azért lesz különleges ez a három alkalom, ami nekünk több alkalom egyébként, csak a nézőknek lesz három alkalom, mert az írókat, akiknek a műveikről beszélünk, meghívjuk majd ilyen online interjúra és beszélgetésre. És előtte felkészülünk, ahogyan korábban az óráinkon, egy-egy referátummal, amiben bemutatjuk az ő műveiket. De mielőtt tovább mennénk, én most bemutatom a kedves nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak, érdeklődőknek a Dream Team-et, nagyon kedves tanítványaimat. Honnan kezdjük? Kezdjük Flóra, veled kezdjük, jó? Hevesi Flóra, elmondanád, hogy ki vagy, mit tanulsz, mit csinálsz, stb. Sziasztok, Hevesi Flóra vagyok. Én 2 éve ismertem meg Tibort egy kortárs irodalom kurzus keretein belül. Akkor még a Corvinuson alapszakon tanultam nemzetközi tanulmányokat, és azóta pedig elkezdtem a CEUN a közpolitika szakot, amit most jelenleg éppen passzíváltatok, de alapvetően ez az én szakmai utam. Szuper, köszönöm. Lizi? Én Liszka Jeliz vagyok, idén kerültem be a RAG-ba, ebben a tanévben, és az előző fél évben a kortárs magyar irodalom kurzus keretein belül hasonló témákkal foglalkoztunk, és jelenleg a szakmai gyakorlatomat a Tibornál csinálom, a Drótnál, és nagyon jó lehetőségnek tartom ezt a mostanit, és nagyon várom a beszélgetéseket. Egyébként másodéves vagyok a Corvinuson, kommunikáció és média szakon, angol nyelven, és később ilyen újságírói pozícióban tudom elképzelni magam, de ez még formálódik azért. Adri? Én is üdvözlök mindenkit, én Bátor Adri vagyok, és én is Flórához hasonlóan Tiborral a RAIK szakkollégium kortárs irodalom kurzusán ismerkedtem meg. Akkor még én is nemzetközi tanulmányok szakos voltam azonban az ELTÉ-n, és azóta pedig most a MOMÉ-n tanulok mesterszakon dizájn és művészetmenedzsmentet. Wow, gratulálok, nem is tudtam, hogy oda kerültél a MOMÉ-ra, de tök jó. Anna? Itt vagyok. Én még nagyon régen találkoztam először a Tiborral, ez nem, még 2015-ben volt, egy kreatív írás kurzus keretén belül a Rajtász szakkollégiumban. Én azóta 18-ban végeztem, és Londonban élem az életkémet, politikai tanácsadóként, és hobbi, hát irodalmának nem mondanám, de inkább lelkes olvasóként, úgyhogy így kerültem be ebbe a társaságba. Szóval éppen Londonból jelentkezel be. Abszolút. Őrület, mire képes az internet. Zsolt? Sziasztok, én Kovács Zsolt vagyok, én hasonlóan Adrihoz és Flórához a 2 évvel ezelőtti kortárs irodalom kurzuson ismerkedtem meg Tiborral, akkor még nem sejtettem, hogy békemberekkel fogok találkozni. Én azóta végeztem a kollégiumban és az egyetemen is. Én a Corvinusra jártam alapszakra a gazdálkodás és menedzsmentre, illetve mesterszakra vezetés és szervezésre, és most pedig üzleti tanácsadóként dolgozom. És mellékesen szeretek a művészetekkel foglalkozni, mint például az irodalommal, és ezért vagyok én ma itt. Nagyon köszönöm mindegyikőtöknek. Én nem mutatkozok be, mert minek? Úgy is ismernek. Az a kérdésem, hogy éppen centrifugázik a mosógép, ez nem tudom, mennyire hallatszódik be a felvételbe, de hogyha nem,
akkor viszont vicces lesz ez a megjegyzés később. Jó, oké, megvolt ez a bemutatkozás, majd az íróknak is bemutatkozunk, azt nem biztos, hogy majd bevágjuk, meglátjuk. Az a lényeg, hogy már a két referátumunk van, ugye? És ezeket a referátumokat majd össze fogjuk vágni a beszélgetésekkel, amiket külön veszünk fel. Egy rövid kis megjegyzést hagyd tegyek hozzá, hogy ugye rájöttünk arra, vagy hát rákényszerültünk arra, hogy zoomos órákat tartsunk tavaly, a tavaszi szemeszterben. Ez eleinte nekem nehézségeket okozott, megmondom őszintén, mert hozzászoktam ahhoz, hogy kis csoportokkal tudok dolgozni, kis szemináriumokkal rajban, és a személyes jelenlét mindig fontos volt. Fontos volt, hogy elmentünk a fél év végén kirándulni, ez elmaradt a tavaszi szemeszterben is, elmaradt most az ősziben is. Fontos volt, hogy néha elmentünk egy pohár bort együtt meginni valamelyik pesti kávéházban, ezek is elmaradtak most, és hogy így egymás szemébe tudtunk nézni és beszélgetni, és ezért nyáron elég sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne tovább vinni azt a fajta szellemiséget, amit úgy gondolom, hogy képviselek, vagy képviselünk, meg amit a Rajk is képvisel egy-egy ilyen szemináriumban, egy ilyen kritikus helyzetben, mint ez az őrült pandémia, és arra jutottunk, hogy hogy lehetne a hátrányunkból előnyt kovácsolni, ugye? És így jött az ötlet, hogy felhívjuk ezeket az írókat, költőket, és bevonjuk őket az órába. Úgyhogy tulajdonképpen most ezt fogjuk itten eljátszani nektek, meg megmutatni, hogy ez hogy működik. Mi az a referátum, amivel készültek itt a hallgatók? Az egy rövid összefoglalás, egy rövid kis, régen az iskolában ezeket úgy mondták, hogy felelet, de én nem szeretem ezt a szót, hogy felelet, mert ugye a felelet az olyan, mint amit számon lehet kérni. És hát nekem anyukám mindig azt mondta, ezt lehet, hogy már nektek mondtam így annó, hogy magadnak tanulsz, kisfiam! És hát ez tényleg így van. Meg azt is mondta, hogy a tudás az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled, mindent elvesznek néha, és el is veszíthetsz mindent. Egyedül, amit megtanultál, amit tudsz, azt nem. És hát ezt úgy mondta, mint egy senyei, akiktől ugye azért tényleg mindent elvettek. És ezért valahogy így rákényszerített minket arra, hogy mindig tanuljunk a saját magunk útján. És a tanulásnak egy jó folyamata szerintem az, amikor az ember irodalmat olvas, kortárs irodalmat, mert összerakja saját magának a dolgokat. Ezeket már nagy részt én elmondtam igazából mindenkinek, így a társaságban, anno az órákon. Most ezt nektek mondom, akik hallgatják és nézik. És akkor ki készült már a referátummal? Kezdjük is el. Adri, ugye? Én Péter Figergárból készültem, Flóra pedig Péter Finovákjévából. Melyiket kezdjük, vagy melyikkel kezdjük? Kőpapírollóval el lehet dönteni, nem tudom. Kezdjük veled, Adri, jó? Kezdjük a kitömmelőmára. És aztán majd felhívjuk, az külön érdekes lesz majd, hogyha sikerül megbeszélni Gergővel, meg Évával, ők egy helyen vannak, Olaszországban, Tódi nevű kisvároskában, azt hiszem így hívják, Közép-Olaszország, úgyhogy őket majd ott fogjuk utalérni valamelyik nap. Kezd el, Adri, köszönöm. Rendben, szóval én Péterfi Gergely kicsit ilyen életművéből és két általam olvasott könyvéből készültem. Én nagyon sok szempontból izgalmasnak találtam a készülést, nem csak a művek alapján, de Gergely ilyen közéleti, társadalmi ilyen tevékenységeit vagy megszólalásait is próbáltam figyelemmel követni, meg feldolgozni, és egy ilyen kifejezetten izgalmas karakternek bizonyult ez alapján. És így pár mondatban összefoglalom az ilyen életrajzát. Péter Figergely Budapesten született 1966-ban, egyébként ő József Attila Díjas író, forgatókönyvíró is volt, és szerkesztőként is dolgozott, egyetemi oktatóként is. Az ELTE latin görög szakán szerzett diplomát, és 94-től 2001-ig pedig a Miskolci Egyetem bölcsészrományi karán is tanított. Egyébként dolgozott a TV2-nél is, a Nyugatnak volt felelős szerkesztője, műsorvezetője, vagy a Magyar Rádió művészeti szerkesztősége is.
egy ilyen tevékenység volt az életében, amikor már kicsit az ilyen nyilvánosság, vagy az irodalmi körökön túl is mozgott. Egyébként forgatókönyvíróként több filmet jegyez, ilyen a Bányától a kalandorok, az Igaz apa a vándorszínészek is. Ezekből volt, amit láttam, és én nagyon humorosnak, meg tartalmasnak találtam, szóval ezeket is tudom ajánlani a regényein túl. Ugye neki nagyon izgalmas az ilyen családi története is. Testvére Péter Fiboli színésznő, akit szintén sokan ismernek, és Péter Fiboli volt a irodalomtörténész az édesanyja, szóval ezt az ilyen irodalom szeretetet meg a művészek iránti fogékonyságot már a szüleitől is megkapta, hiszen a édesapja szobrász, de egyébként a nagyszülei között vannak tanítók, lelkészek, műfordítók, és talán a legismertebb Áprili Lajos erdélyi költő, aki az anyai, nagyapjai oldalon a dédapja. És azt gondolom, nekem úgy tűnt a megszólalásaiból, hogy ez az ilyen erdélyi kulturális, ilyen intellektuális közeg neki nagyon sokat adott ahhoz, hogy ilyen pályára került idősebb korában. Egyébként már gyermekkorában Tomás Mant és Tolstoyt olvasott, és azt mondta, hogy ekkor nagyon nagyot ment a skifi azon a környéken, és ő megpróbált skifit írni, és elmondása szerint gyerekként írt egy ilyen mondatot, amikor belekezdett egy ilyen skifi történetbe, hogy 2037. november 4-én a Poszbolygó légkörén szaladtak végig, miközben ő az űrhajó leereszkedett, és neki annyira tetszett ez a mondat, és ráeszmélt arra, hogy ez így jól hangzik, és így sikerül rendet meg struktúrát teremteni a mondataiban, úgy így nagyon megfogta ez a fajta ilyen intellektuális tevékenység, és így még irigyelték is a baráti társaságából többen, hogy hát ez biztos nem is ő írta így annyira jó mondatokat, szerkesztett már ekkor is. Egyébként Nagymaroson nőtt fel, és kétkezi munkát végzett azért, hogy az európai körútját megtegye, és már az ilyen gyermekkorából ez az antik és római kultúra a művészetek iránt ilyen tudásvágy, meg erős érdeklődés megjelent, és a polgárságot és az ilyen nemes arhaizmust szokta megemlíteni, amit így nagyra becsül. Csak egy erdélyi származása, ami nagy nyomot hagyott benne, így írja le a közeget, amiben felnőtt, egyébként Budán. Éldegéltek a Dél-Budán, ebbe a keresztény, Közép-Keszon lefolytott kádárköri dunsztban, és úgy nőtt fel, mint egy kis Buddha, mert nagyon sokat tudott az ilyen erdélyi dolgokról, történelemről, viszont a hazai közegről, meg a hazai történésekről sokkal kevesebbet. És azt mondta, hogy ez egy ilyen jelenfölé hatalmasodó múlt volt, ahogy ő tanult az életről, meg a környezetéről, mert abban az időszakban az értelmiség ilyen saját mítoszokkal és saját identitásával volt elfoglalva, és azt is érezte egy kicsit, hogy hontalan volt, mert sok sértett identitás közt nő fel. És ez azért érdekes szerintem, mert a Golyomi megölte Puskint regényben is. Hát így nagyon sokat utal erre a közösségre, meg merítkezik, azt gondolom, így utólag a saját tapasztalatból, meg élményekből. És később azt írja, hogy én egy olyan városban nőttem fel, ahol rengeteg egymásnak feszülő indulat fortyogott a mélyben, ahol tele volt a közeg mindenféle ellenséges indulatokkal. Parázsdott a mélyben tovább az antiszemitizmus, fortyogott az úri Magyarország, parádéztak a gőgös pártitkárok, suksükölő házmesterek és önkéntes rendőrök uralma alatt éltünk. A prolik elfoglalták körülöttünk a világot, a műveltséget és a humanizmust. Mindenféle nemes tradíciót pusztulásra ítéltek. Volt egy nagy közös halottunk, Erdély, amit mi mindig megsíratott a családunk. És érdekes, hogy sok ilyen református felmenője volt, de így az ilyen hitéleti kérdéseket mindig is egy ilyen sajátos módon fogta meg, és, nem, és egy házon kívül élte meg. Állítása szerint egyébként kívülálló volt, és sokszor feszengett közösségekben, ki is lógott onnan, és sok konfliktusba is keveredett. Most az irodalom volt az ő igazi közege, hát erről az idegenségről, meg kívülállóságról pedig a Kitömött Barbárban is olvashatunk erről az érzésről, vagy létélményről. Egyébként jelenleg kreatív íráskurzust tart Péterfi Akadémia néven. Azt mondja, hogy a regény mindenkiben benne van, és sír meg a magadét. Van kezdő, haladó, és még egyéni tanrendű exkluzív kurzusa is, szóval nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy művelje az irodalom iránt érdeklődőket. Egyébként az ilyen közösségi médiában nagyon aktív, saját honlapja és podcastja is van. És ott a közösségi médiában főleg politikailag aktív rendszerkritikus, amit hozzá szoktak kötni. Fontos neki az a gondolat, hogy az erő nem úgy működik, mint az erőszak, és nem az agresszió kimutatása a cél. És úgy érzékel kicsit a hazai közeget, mint hogyha ez az agresszió, harag és gyűlölet dominálná,
és amit ő helyett preferál, az okosság, bölcsesség és nyugalom. Azt gondolom, hogy ez a kis buta gondolatod is nagyon sokat kapcsolódik. Kulturális kérdésekben liberálisnak tartja magát, szociális kérdésekben meg baloldali, és egyébként nagyon sokszor hangoztatja azt, hogy valahogy konzervatív is, mert nem nagyon szereti, hogy hazai közegben nagyon ilyen kategórikus és ilyen címkéző ez az ilyen beállítottság, ahogy közéleti figurákról szoktunk értekezni. De egyébként hallotta a hangját, menekült kérdés az SFE vagy a Minxi tüntetések kapcsán. Szerinte ő egy ilyen kis odüsszeuszi ember, mert inkább kössék az árbóchoz, hogy hallja a szirének énekét, és emellett a feministának is vallja magát, amit így kategorikusan és elszerűen viszont szeret kijelenteni magáról, mert hogy ő erős nők között gondolja magát erős férfinak, sok karakteres nő vette körül élete során is, és általános szerint Péter Finovák Éva felesége, akivel így mindent megbeszél, mint Kelemba a feleségével. Követi az ilyen napi eseményeket, mélyen is értekezik róluk, de nem a letargia vagy a felháborodottság jellemzi a stílusát, én úgy gondolom, és így is nyilatkozott egy interjúban, hogy azért tud ilyen derűs lenni, mert sosem magával foglalkozik, hanem számára fontos eseményekkel és jelenségekkel a világban, és nem magánszemélyként nyilatkozik, vagy fejti ki a véleményét, hanem egy ilyen közösséget, felelősséget vállaló egyén íróként. Leginkább az ilyen kulturpolitikai megosztottság zavar, ami zavarja állítása szerint a hazai közéletben. És hát mesélek a kitömött barbáról első körben, ami egy már nagyon izgalmas cím. Péter Fiú nyilatkozott róla, hogy ez annyira sikeres lett, hogy olyan nyomást érzett ezután magában, hogy nagyon nehéz volt a következő regényt megírni. És tényleg nagyon nagy ováció övezte, mert ez egy valós alapú fikciós történet, tele izgalmas szállal. Egyébként azok az ilyen keletkezési körülményei, hogy ő egy PhD dolgozatot tervezett írni Kazinciról, ami így kinőtte magát, és akkor írt belőle egy fél drámát, majd később megszületett ez a regény, és egyébként filmszinopszis is íródott ebből. A keletkezési körülményhez olyan azt a kommentát fűzte, hogy hosszú éveken át töprengtem azon, hogy hol van ebben a mai irodalomban a piaci rés, amelybe be tudok törni, és hogy milyen siker természete, milyen könyvet írtak, és mikor, azok, akik sikeresek lettek. Tehát, hogy nem olyasmit kell most írnom, amilyet szeretnék, hanem amilyet szükséges. Végig gondoltam, hogy milyen időket élünk most, mi foglalkoztatja azokat, akik könyvet szánom, és hol lehet olyan válaszokkal és kérdésekkel szolgálni, amilyennekkel eddig mások nem álltak elő. Vagy mostanában nem lukkoltak elő. És aztán arra jutottam, azt mondja, amire jutottam, elkészítettem a stratégiát, hozzá a taktikát, és megírtam a könyvet. Ami egyébként szerintem egy ilyen, hát egy izgalmas gondolat, hogy hogyan vélekedik arról a közönségről, akiknek a könyvet írja, vagy milyen szándékkal születik meg ez a mű. De minden esetre az ihlet annál jött, hogy Kazinczy Ferenc Bécsben él. Ugye tudjuk, hogy Bécsben élt az élet egy részét, és ott megismerkedik egy Angela Osseliman nevű, egyébként fekete bőrű, behurcolt rabszolgával. Ugye ez Európa 18. századi, nyilván egy ilyen nagyon különleges történet az, hogy hogyan lesz egy ilyen, hát egy rabszolgából egy olyan kaliberű egyén, aki ilyen költőkkel, meg zenészekkel interaktál, és ilyen körökben mozog. Ezt a rabszolgát, akit Szalimannak hívnak, őt egy bécsi herceg kapta ajándékba, egyébként már Szicílián is volt előtte, és így került Bécsben, ő kisfiú korában, és ő tanítani kezdték, hát elsősorban ilyen kísérletezés céljából, mert ugye ebben az időszakban hát a feketékről való vélekedés az elég szélsőséges volt, és így kíváncsiak voltak, hogy mikre és hogyan tanítható meg ez a kisfiú. És hihetetlen sikeres lett Szaliman, később ilyen prominens osztrák szabadkőműves lett, nagy ismertséget és jelentőséget szerzett a korabeli bécsi társadalomban és az itt működő szabadkőműves páholyban. Mozart és Kazinczy barátja lett. És hát ugye, ami a története végén az ilyen szomorú, vagy megfökkentő, hogy ennek ellenére, hogy ilyen fontos, nem tudom, szerepet töltött be ebben a közegben, őt mégis felele után kitömték és kiállították egy múzeumban. Annak ellenére, hogy nagyon sokan tiltakoztak, megpróbálták az ő testét eltemetni, hiszen ő egyébként keresztény volt, tehát a keresztény
szokásokhoz megfelelően eltemetni, de ezt nem engedték, és visszautasították ezt az igényt. És hát nagyon sok dolog, kérdés, nem tudom, ilyen jelenség, amit felvet ez a mű, de valahogy szerintem nagyon fontos az, hogy ez arról szól, hogy miként veszik el az emberek egymás méltóságát a másiktól, és hogyan válnak ilyen gonoszszá, meg hogy mennyire nem tudnak kilépni az ilyen társadalmi kötöttségekből, és az ilyen kirekesztettségből, amin alapulva megbélyegeznek egyes, nem tudom, ilyen társadalmi jelenségeket, meg egyes embertípusokat. De egy fontos, szerintem az is, hogy a könyv így demonstrál ez ellen. És azért érdekes Szalamon története, mert ezt az ilyen kirekesztettséget, meg idegenségérzést nem egyedül éli meg ő. Kazinczy is egy olyan figura Pécsben, akit magyarként hát egy kicsit így lenéznek, vagy így máshogy viszonyulnak hozzá, de közben meg a hazájában is idegen, mert ezzel az ilyen nagyon klasszikus műveltséggel a hazai közegben sem feltétlen talál magának olyan közösséget, ami ennyire befogadja. Szalamon pedig a fekete bőrszíne miatt barbárként tartják számon Bécsben, de a feketékről alkotott sztereotípia miatt meg valahogy a fekete közösséghez sem tud így csatlakozni, hiszen így ilyen elszakadt figura ő is, meg Kazinczy is, és mindkettőknek ez a szabadkönyvés páholy adja meg azt az ilyen közösséget, meg elismerést, amit így nem nagyon találnak meg addig. És hát így az ilyen szabadkönyvés mítoszról is ilyen izgalmas képet fest ez a mű. És ami még izgalmas nagyon az, hogy a mesélő, az elbeszélő, ő Kazinczy felesége, Török Szofi, egy nagyon összetett női jelenség, aki hol felül tud kerekedni az ilyen társadalomban elhivatott, bebetonzott szerepén, hol pedig nem. És az az ilyen különleges benne, hogy ő nagyon érzelmesen kalauzolja az olvasót ebben a történetben, ezért nem pusztán egy ilyen intellektuális történetmesélésé válik, hanem Török Szofi érzelmein meg tapasztalatain keresztül érezzük így hozzánk közel megértnek ezt a történetet. Ez azért is érdekes, mert Kazinczy nagyon egy ilyen misztifikált, kicsit ilyen elidegenített ember, amennyire így felnéznek rá, meg kicsit ilyen távolságtartónak is tűnhet a személye, viszont Török Szofi nagyon érzelmes és ilyen befogadhatóvá varázsolja ezt a történetet. És az ő történetében is nagyon erősen megvalósul ez az fajta ilyen idegenség, aki egy ilyen férfiak által patriarchális világban, meg közösségben, valahol ő is úgy érzi, hogy az ő szerepe és társadalmi, nem tudom én, törekvései is limitáltak és lehatároltak a férfiak által. Péter fi azt mondja arra a kérdés, hogy miért fontos nekik az incéskora, hogy ott történnek meg először az országgal, a politikával és az értelmiséggel azok a dolgok, amelyek azóta újra és újra megtörténnek. Ott áll fel az a paradigma, amely azóta is érvényesül ebben az országban. Ott szakad szét az ország reakciókra és haladásra, európai értékekre és keleti despotizmusra. Ott feszik fel a társadalmi rétegek azokat az identitásokat, amelyekből a mai magyar világ alapszerkezete összeáll. És a magyar ember a világ történelmi erővonallal itt találkozik, ami az ország egy jelentős részét eddig így nem érintette, nem tudott ehhez az ilyen európai változáshoz csatlakozni. És Kazinczy személye is magában hordozza ezt a kettősséget, így új szavakat akar kitalálni, meg valamilyen nagy erőt akar kifejteni, és azt mondja, hogy ezekkel a szavakkal, amikkel jelenségeket jelöli, igazából elveszi a szókészletet azoktól, akik őt börtönbe zárták. Szóval egyszerre ez az ilyen teremtés, kultúránkeli teremtés, meg valahol ez az elégtétel, amit így a tevékenysége által kifejez. És Péter fi azt mondja, hogy azért érdekes még, talán ez a mű abból a szempontból szemlélni, hogy hogy fordul át egy ilyen liberális világállapot, egy konzervatív represszióba. Péter viszont ez egy ilyen patrióta könyv, mégiscsak nagyon sok olyanról mesél, ami a magyarokat sok évszázad óta bántja, ez a kulturális hasadás, az értelmiségi létparadigma, az óriási tervekkel vetik bele ezek a magyarok magukat abba, hogy egy jobb világot építsenek, és így mégis így belefullad ebben a mocsárba, érdektelenségbe és rossz indulatba, meggyanakásba. És egyébként ez a könyv 10 évig is íródott, ugye így megmutattam azokat az ilyen háttérfolyamatokat, ahogy megfogant ez a gondolat, és nagyon sok olyan párhuzamot is féltek felfedezni az olvasók, ami a magyar politikai, kulturális közeget is tudná jellemezni.
Természetesen ez a hosszú, nem tudom, időeltolódás miatt nem szándékos volt, hogy, de hogy maga az író is úgy nyilatkozott erre, hogy igen, ezek a belátások valahol ide relevánsak tudnak lenni, meg igen, ez nem egy ilyen kizárólag abban az évtizedekben specifikus jelenségek húzottak meg itt a történet hátterében, hanem ezt így lehet egy kicsit ezen az időn túl is értelmezni. Ez volt az első könyv, és a másik regény, amiről beszélni fogok, a golyó, amely megölte Puskint. Hát ez címével nagyon nagy ellentmondásban, ez nem Puskinról, nem a golyóról, és semmi ilyesmiről nem szól igazából. Ez egy ilyen családlegény, egy kicsit egy ilyen szerelmi történet, egy ilyen kórkép, gyermekkorunk regénye, egy ilyen a háború előtti ilyen antik világtól az ilyen szocializmus korán át keresztül lezajló hosszú évtizedeknek mind az ilyen szomorú, vagy mind az ilyen nosztalgikus történetei és sorsoknak a bemutatása. Nagyon nehéz ezt egy mondatban összefoglalni, hiszen ez az a regény tényleg, ami minden benne van. A történet egyébként egy fiktív helyszínen játszódik Herkulesváron. Ez a Dunakanyarban van, és nagyon sok, amit már mondtam Péter személyének bemutatásakor, az ilyen ellentmondásos világok találkozása, ahogy ő felnőtt ebben a regényben, nagyon visszaköszön. És hiába a fiktív helyszín, vannak ilyen személyes kötődései a Dunakanyarhoz. Egyébként ő kis orosz tartja otthonának, de ez is egy ilyen. Ott is megvannak ezek az antik vonatkozások, amiket ő ahogy nagyon kedvel. Itt a háború utáni Magyarország ilyen jellegzete is szereplőit, meg szerepeit beteljesítő karakterekről van szó ebben a regényben. Vannak fényes jövelő állott bukott polgárok, az ilyen világban ilyen unatkozó felelősséget vállalni, nem tudó vagy nem akaró fiataloké. Van szó a szocializmus kegyvesztetteiről, kirablottjairól, vagy épp pont az ilyen párt közelben dolgozó egyénekről. Vannak olyan figurák, akik az ilyen hún-magyar őstörténetben találják meg azt az ilyen megváltást, amit a saját paraszti származásukon keresztül sosem tudtak. Nagyon sokat referál az ilyen náci korszak magyarországi zsidó kárvallottjaira, és minden ilyen traumatikus, tényleg ilyen magyar sorsra, amikkel szembenézünk. És mind emögött így meghúzódik egy ilyen nagyon szép szerelmi történet, ami egy kicsit, hát így meglehetősen fura is, hiszen egy nagyon fiatal fiú, egy gyakorlatilag egy gyerek beleszeret egy barátjának az édesanyjába. És ez a szerelem, ez hol kidomborodik, hol a háttérbe vonul, de az egész könyvben végig szerepet játszik. Ez felolvasok egy idézetet a regénybe, szerintem nagyon szép, amikor azt mondja, hogy nem tudom megmondani, mikor szerettem bele Olgába. Nincs konkrét időpont, sem konkrét emlék. Olyan, mintha eleve ezzel a szerelemmel születtem volna. Amire még mindig félve használom a szerelem szót, hogy annyira különbözik a költők és a filmek hirtelen fellobbanó, viharszerű érzelmeiktől. Ebből sejtem, hogy valószínűleg akkor szerethettem bele, amikor először megpillantottam, amikor egészen kiskoromban, talán még csecsemőként. Erre az első alkalomra nem emlékszem. Amikortól emlékszem, ott van. Ott mindig is bennem van ez az emlékemben, ahogy szeretem. Lehet, hogy előbb volt a szerelem, mint Olga. És akkor minden hiába való. Nem, mint egyébként nem volna az. És egyébként a műben egy ilyen több generációs család életét követjük végig, és az ő körülöttük lévő emberi sorsok, ahogy zajlanak, és nagyon fontos ebben a családban, hogy ez egy ilyen antik, klasszika filológiával foglalkozó, igazi az ilyen polgár identitást ápoló apának a története, és az ő lányai, Olgái, akik megpróbálnak ebben az ilyen nagyon változó és nagyon új világban így értelmet találni, vagy megkeresni azt, ami fontos. És én azt gondolom talán, hogy Péternek a története nagyon különleges lehetett Péter Fitt saját történetében is, hiszen az az ilyen polgári, antik műveltségre való hagyatkozás, és az ilyen jelenlegi, ilyen zavaros politikai, közéleti történéseknek a kizárása egy ilyen nagyon fontos momentum lehetett mindkét történetben. Erről is hoztam egy
idézetet, ami szerintem nagyon sokat elmond erről az érzésről. Amikor Péter Olgának a lányának tanácsot ad, azért, mert Olgát csúfolják az iskolában, mert túlságosan sokat olvas, mert túlságosan sokat tud. Naponta legalább 2 órát olvas, mondta Péter. Ennél az asztalnál, ami az ablak előtt áll. Minden embernek kell legyen íróasztala. Minden íróasztalnak az ablak előtte helye. Aki a fal felé teszi, vagy örült, vagy rabszolga. Ne legyen függöny, nem baj, ha belátnak. A paraszt azt fogja mondani, aki olvas, az naplopó. A proli azt fogja mondani, aki olvas, az ellenség. Ne foglalkozz ezzel. Az olvasásnál nincs fontosabb. Az olvasás emel emberré. Az olvasás tesz erényessé és bölcsé, vagy legalábbis lehetővé teszi azt. A paraszt és a proli csak annak tulajdonít értéket, amiből közvetlen haszna van. Meg tudja inni vagy enni, vagy rögtön pénzre cserélheti. Az olvasás nem ilyen. Az olvasás haszna, mint a bölcsességé vagy az erényi önmagában van. Mert megadja annak a tudatát, hogy a világ több, mint aminek látszik. Belső kilátót épít az elmédben, ahonnan messzire látsz, még a többiek lent bolyonganak a ködben. Soha ne csinálj olyat, amiből közvetlen hasznot látsz. A polgár hosszú távra tervez. Ilyeneket mondott Olgának, aki az egészből csak akkor még nem értett sokat. Mégsem tudott más tenni, mint azt adni, ami szerinte az élet egyetlen értéke volt. Remegett azért, hogy az anyátlan kislánynak fogódzott önbizalmat adjon. Így tanulta meg az megolva az élet polgári rendjét, amikor már se polgár, se rend nem volt abban a világban, amelybe született, s amely a polgárban ellensége, s hanem egyenesen nátit látott. És bármennyire is eszményi ez a kép, igazából a regényben egyik szereplő sem tiszta vagy önmagában ilyen piedesztára emelt karakter, hanem a regényben minden karakter, minden ilyen életfilozófiájával, vagy törekvéseivel így valahogy kiszolgáltatottá válik, és nem azért is különleges, meg igazán érdekes ez a regény, mert leírja, jól leírja az emberekben azt az ilyen kicsit ideológiai, kicsit az ilyen politikai identitást, vagy a saját magához és sorsához fűződő viszonynak az ilyen egyvelegét, meg zavarát, és ahogy ebben a rendszerben ezek az ilyen személyes csalódások, frusztrációk, meg nehéz sorsok összefonódnak azzal az ilyen kitörési, alkalmazkodási vágyjal, amivel rendelkeznek, és hogy mégis valahogy ez így talán kicsit a porba hull, mert senki nem tud igazán tisztán érvényesülni, az egy ilyen kicsit ilyen szomorú, de ilyen gondolom valós korkép lenni valahol mindig. Ennek ellenére viszont nagyon sok ilyen humor megderű van a regényben, és vannak nagyon csodálatos pillanatai is, meg vannak ilyen aranyos gyermeki visszaemlékezések a mesélőnek, a kisfiúnak, aki szerelmes Olgába, mert hogy több idősíkon játszódik, és valahogy így az a generációs különbségek is, meg az ő életérzéseik is meg tudnak nyilvánulni. És még egy idézettel lezárom, amit Péterfi mondott a regényről. Csak nem 10 éve azért hagytam abba a tanítást az egyetemen, mert nem tudtam elfogadni, amire kollégáim győzködtek. Nevezetesen, hogy a diplomára hajtó fiatalok ma már nem akarnak értelmiségiek lenni. Talán ez lehet a baj, hogy nekik nincsen ilyen herkulesvári, balatonfreddi csodabogaraik a gyermekkorukban. Vagy mi vagyunk ősények, akik voltak ilyenek? A fiamat nézve reménykedem, hogy nem. Ugyanakkor talán egészségesebb megközelítés, ha nem csak ez a fontos, talán ezt is üzeni a regény. Nagyon köszönöm a referátumot, tök jó volt. Nagyon élveztem. Kérdés többiektől? Valaki? Nekem közben eszembe jutott egy dolog, amikor azt a kitömött barbárral kapcsolatban említetted azt, hogy mit nyilatkozott utána, hogy lemérte Patika mérlegen, hogy mit kell megírni, és akkor azt megírta, stb. Hogy emlékeztek Edgar Allan Poe-nak arra az eszéjére, amit a hollóról írt? Olvastátok? Emlékeztek rá? Utána, hogy ő azt ő kiszámolta, hogy ezt a verset, hogy kell tökéletes verset megírni. És persze ez nyilván már azután írt, miután az a vers olyan sikeres lett. Nem tudom, én erre majd rákérdeznék azért, hogy ezt még mindig így gondolja, vagy miért csak egyszer sikerült így ki, Patika mérlegen kiszámolni a sikerregényt, vagy még lehet, hogy fog ilyet csinálni.
Mit gondolsz erről, Adri? Hát nem tudom, hogy mennyire ez egy inkább egy ilyen humoros megfogalmazás arra, hogy egy már egy ilyen idősebb író jobban ismeri a közönséget, vagy már maga biztosan mozog a saját tudásában, meg úgy véli, hogy érti ezt a szakmát, vagy érti a közönségét, akinek ír, vagy mennyire ilyen teljesen ilyen őszinte és valójában tényleg egy ilyen nagyon megtervezett dologról van szó, szóval én inkább az előbbit gondolom egy kicsit ilyen ironikus hangot vélek ebben felfedezni egyébként. Vagy én nem tudom, én nehezen hiszek abba, hogy a művészeti termékek ennyire megtervezhetőek lennének. Persze biztos, hogy ez is egy skálam. Meg kell kérdezni. Van nagyon intuitív, meg nagyon tudatos, de igen, ez egy izgalmas kérdés. Szerintetek tervezhetőek, vagy nem tervezhetőek a művészeti termékek? Új, én minden szavát elhittem ennek az állításnak. nem akarok cinikus lenni, vagy bármi ilyesmi, de hogy biztos van egy ilyen megközelítés, amivel lehet dolgozni, és hát sikert hoz. De jó, kérdezzük meg a Gergőt, hogy vajon ez csak így utólag nyilatkozta, vagy tényleg ma is kiáll emellett az. Hát igen, meg mi a cél? Tehát, hogy most ebből a regényel csak az volt a cél, hogy sikeres legyen, vagy más cél is volt, az mindaz a mondani való, amit itt az Adri azért elég szépen összeszedett, nem? Hát itt azért sok mindenről van szó benne. Felvilágosodásról, feudális Magyarországról, mindenféle tervekről, elképzelésekről, nyelvújításról, és amit kiemeltél, hogy az idegenség elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról, és igazából majdnem mindegyik szereplője a regényeiben nekem úgy tűnik, hogy idegen. De hogyha mindenki idegen, akkor senki sincs otthon. Vagy most akkor ez hogy van? Akkor igazából ez nem olyan nagy, vagy nem tudom. Szóval ezek kérdések bennem. Ti hogy látjátok ezt, mint Péter Figergő avatott olvasói? Mindenki idegen Gergely könyveiben, vagy van valaki, aki otthon érzi magát? Olyan török Szofi otthon van. És az nem furi, hogy egy férfi nőt választ elbeszélőnek? Ezt hogy látjátok? Hiteles volt az a női elbeszélő? Szerintem az Adri felvezetőjében is említette már, hogy ő feministának tartja magát. Tehát, hogy azzal ez összecseng, hogy ő egy női karaktert választott arra, hogy elmesélje ezt a történetet. Szerintem ez egy ilyen jó eszköz arra, hogy egy kicsit bontogassa ezeket a hogy is mondjam, ilyen berögződéseket, de igazából amúgy ez egy érdekes dolog lenne, hogyha megnéznénk egy statisztikába, hogy hány műben van az, hogy férfi vagy nő az egy első személy, aki éppen levonja a következtetéseket. Szerintem valószínűleg van egy durva eltolódás. Ja, és ez mondjuk egy releváns eszköz, amit használ a Péterfi. Bár mondjuk mostanában azért ezek változnak, ezek az arányok szerintem, meg elég sok női regényíró jelent meg, tehát így a 20. század ezen sokat változtat, de hogyha kivennénk a 20. századot is az irodalomtörténet nagyobbik részt, bár képzeljétek el, most ez így nem kapcsolódik szorosan, de ha már ez ilyen gender studies órává változik gyorsan. Tehát Virággal pont most olvasgatjuk Enheduanna verseit, aki az első költőnő volt a világirodalomban, de nem csak az első költőnő volt, hanem az első költő egyáltalán, akinek a nevét tudjuk. Egy sumér költőnő volt, igaz, akár sumér, valójában, és 1926-ban találták meg azokat a kis anyagtáblákat, ahol ott vannak az ő neve, meg az ő versei, gyönyörű verseket írt, ilyen templomhimnuszokat, főpapnő volt egyébként, és nagyon hosszú életet élt, tényleg valami 100 évig élt,
rengeteg verset írt, és hát így fenn is maradtak ezeken a kis táblácskákon a verseik. És hát több tanulmány foglalkozott vele, így 1926 óta meg a verseivel, és mi azt kutattuk igazából Virággal, vagy azt kutatjuk most is, hogy de miért nem került bele az irodalom történetekbe, mert az benne van, hogy Gilgamesh, meg minden, de miért nincs ott, hogy Enhedu Anna az első ismert név szerint költőnő, akinek a sztoriát is tudjuk, ráadásul, hogy a mit tudom én, milyen Sarukkin királynak volt a lánya, főpapnő lett, elüldözték, stb., aztán visszahívták, és akkor írt, és még 500 éven keresztül tanították a verseit Mezopotámiába. Óriási hatása volt, olyannyira, hogy más szent irodalmakban is láthatjuk az ő verseinek a hatásait. És ő volt az első, aki leírta egy versébe azt, hogy én Inannához írott versében. Tehát az a fajta invidivum, az, amit mi egyáltalán modern embernek gondolunk, az ott Enhedu Anna verseiben kezdődött el valamikor, 6000 évvel, vagy mit, hány ezer év. Tessék? 4500 éve, jó, az években soha nem voltam. Jó, bocsánat, Virág, helyesbített, de szóval marha régen, és nincs benne a világirodalom történetekben. És Amerikában foglalkoznak vele, vannak, akik fordítják a verseit, meg ezzel az egész történettel, de valahogy, tehát 1926 óta tudunk róla igazából. Jó, mondjuk a normálisabb tanulmányok meg fordítások a 60-as években jelentek meg, de hogy így, szóval van egy olyan irodalom történet igazából, és nem kell ilyen messzire menni, mint a sumérek, amit meg lehet írni úgy, hogy normális, tehát írtak a nők is verseket és könyveket, itt mindenféle emberek írtak mindig verseket és könyveket, az a nem mindegy, hogy kik írták az irodalom történetet, és az meg pláne nem, hogy kiknek a megrendelésére. És ez befolyásolta a dolgokat, de ez csak egy rövid kitérő volt és érdekesség. Szerintem a Gergő ezeket pedzegeti ezeket a dolgokat, ő próbálja ezeket a sablonokat így kitágítani, meg szélesebb horizontra tárni. Én egyszer beszélgettem vele, a szaunába készítettem vele egy interjút a könyvét, neki mind a ketten ide jártunk Leányfalura, a szaunába sajnos be van zárva ez a szauna. Mindegy, a Gergő úgyis Olaszországban van, úgyhogy nem érdemes most szaunába járni Leányfalura. És ott megkérdeztem, hogy mit gondol Bibó Istvánról és Márai Sándorról. És nagyon-nagyon jó választ adott, majd azt előkeresem arra az alkalomra, amikor beszélgetünk, mert egy összetett mondatot mondott, de az annyira pontos volt és ült. Szóval azért ő így elég jól meg tudja fogalmazni a gondolatait, hogyha akarja. Ügyesebb a dologba szerintem a Gergő, nem véletlenül tanítja ezt. Nekem nagyon tetszett a referátum, kiemeltem magamnak dolgokat, amiket így majd rá is kérdeznék, így a Gergőnél, hogy vajon még mindig így gondolkodik-e az olvasásról, vagy osztja az olvasásról alkotott, a szereplőjének az olvasásról alkotott gondolatait, hogy mindig úgy gondolja, hogy traumatizált a magyar sors. Igen. Akkor volt itt ez a, hát így az ő életében ezt így kiemelted, ezt a politikailag aktív dolgot, de igazából ő politikailag aktív a véleményében. Tehát nem vállal politikai szerepet semmelyik pártban, nem? Igen, inkább úgy kellett volna fogalmazni, hogy közéleti véleményformálásban. Igen, igen. Hát ez előfordul az íróknál, amíg meg nem unják, próbálkoznak mindig, aztán általában nem hallgatnak rájuk, tehát ez a szomorú tény, én magam is tapasztalom. Minden esetre ott van ez az okosság-bölcsesség faktor, amit kiemeltél, szerintem erre is rákérdezhetünk, hogy ezt miért gondolja. És hát ha jól értettem, akkor azt mondtad a referátumoddal, Adri, hogy ez az idegenség és a kívülállóság az alapélménye a Gergő írásainak és könyveinek. Igen, én ezt a Matimót felfedeztem mindkettőben, mindig.
Hát amihez így mondott egy saját vonatkozás, de hogy azt gondolom, azért még érdemes mélyítésre ez a gondolat. Jó. Akkor erre is rákérdezünk, hogy most Olaszországban idegennek érzél magát, kívülállónak, vagy sem. Majd ezt ne felejtsük el megkérdezni. Jó, én valakinek hozzászólás, bármi? Óhaj, sohaj. Észrevétel. Akkor ez egy tök jó referátum volt. Köszönöm szépen, Adri. És akkor hallgassuk meg a Flórát, jó?